Kedves, szeretett testvéreim, ti már nem vagytok gyerekek, úgyhogy nem mondom gyerekek. Igazából ugye olyan szép a mai evangéliumnak, ez nekem ezt tetszik a legjobban ebből a egész szentírási részből, hogy Atyám mindmáig munkálkodik, és én is munkálkodom. És ha benne gondolunk, ugye azt mondják, hogy 13,78 milliárd éves ez a világ mindenség. Én mikor diák voltam, én úgy tanultam, hogy hát van vagy 200 ezer csillag ebbe a tejútrendszerbe, és ennyi. Aztán egy Hubble nevezető bácsi felfedezett egy jó komoly teleszkópot, és addig nézte a csillagokat, hogy kiderült, hogy nem is egy csillag, hanem sokkal messzebb egy egész galaxis. És aztán mind jobb és jobb teleszkópokot készítettek, és most azt mondják, hogy körülbelül 2-300 milliárd galaxis van. De egyesek szerint ennél sokkal több van. És egy ilyen galaxisban 2-300 milliárd csillag van. Tehát a miénk egy ezek közül. Tehát eszméletlenül sok, nagy. Tehát a mi atyánk, amikor teremt, akkor elég nagyba játszik. Tehát nem ilyen, hogy mondjam, gyufaszálakban, nem? Na, és ha belegondolunk, ez a nagy világ miből áll össze? Atomoknál is kisebb részekből. Hát itt tanultuk fizikát, szubatomi részecskékből. Tehát mint a pázlit, ahogy összerakják, hát abból lesz a sejt, a molekula, a szövet, a piroska, hogy mondjam, összelegózta jó Isten. Többeletes, igaz? És az nagy világ, a föld golyó. És itt ücsörögünk rajta, és képzétek el, hogy 24 óra alatt megfordul a tengelye körül. Tehát ha én mostan karba teszem a kezemet, és 24 óráig üdögélek, akkor 24 óra alatt körülbelül mennyit meg? Hát a közel 50 ezer kilométer a föld tengelye, tehát ha én 50 ezer kilométret mentem, és nem is látszik rajtam a víz. Igaz? Döbbenetes. És akkor nem csak forog ez a föld, hanem ez forog a nap körül is, megy körbe, még nagyobb sebességgel. És az egész naprendszer is a tejútrendszerbe forog. És maga az egész tejútrendszer is ebben, hogy is hívják be, ebben nagy lecsóba, de el sem tudjuk képzelni, nem igaz? És aztán jó Isten összelegozta, és még működik is, nem? Döbbenetes. Atyán mindmáig munkálkodik. És akkor itt vagyok én is, és én még okoskodok itt nektek, nem? Tehát ezt a jó Isten, hogy ilyen jól összerakta, igaz? És azt mondja a jó Isten, Jézus, ugye azt akarom, hogy az én örömöm a ti örömötök legyen, és örömötök teljes legyen. Benne van a Szentírásban az első nap, jó Isten megteremtette az eget és a földet, leült, és gyönyörködött benne, látta, hogy mindez jó. Aztán másnap ezt csinált, harmadnap, és megteremtette az embert, férfinak és nőnek teremtette, és leült, és azt mondja, ez nagyon jó. Tartunk egy, hát egy szombatot, egy szabad napot. Azt mondják, hogy ez csak most már vicc, most kicsit komolyadjunk annyira le, hogy jó Isten megteremtette a férfit, leült, és azt mondta, megpihenek. Aztán másnap megteremtette a nőt, nos, azóta se a férfi, se a jó Isten nem pihen. Azóta mindig van baj elég. Na de nem, ez a vicc, ez egy komoly dolog. Tehát ugye a prédikáció nem lehet viccbe. Vannak egyesek, akik így gondolkoznak, én nem. Na. És akkor maradjunk abban, hogy jó Istennek a fő alkotás öröme. Mi az Isten öröme? Az, hogy teremt, hogy létrehoz, hogy alkot, hogy dolgozik, hogy munkálkodik. És ezt az örömet felkínálja nekünk is. És ha őszinte legyek, én azt kell mondjam, a jól végzett becsületes munka öröménél én nem éreztem tisztább, boldogítóbb örömet. Mit jelent a jól végzett becsületes munka? Hát én emlékszem, 8. koromban
hát hogy mondjam, akartam én is tornázni, meg mit tudom én miféle, de akkoriban nem volt ennyi fitness terem, meg ilyesmi. De én tudtam azt, hogy kaszálni az nem könnyű dolog. És itten a Kádárba úgy hívták, volt nagyapámnak egy darab földje, jó nagy volt, és 8. végén befejeztem a vizsgát, és mondtam, nagytata, verje meg a kaszákat. És megverte 2-3 kaszát, és én azzal reggel kimentem a Kádárba, megfenni megtudtam, de mai napig nem tudom jól megverni a kaszát. Tehát a falusi lányok, fiúk vagytok, tudjátok, hogy nem úgy van, hogy az ostorral jól megverik a kaszát, hanem veszik a kalapácsot, és szépen, hogy az éle nagyon jól vágjon. Na és kimentem, és emlékszem, hogy egész nap kaszáltam, tiszta egyedül, folyt a víz rólam, nem azért, mert nagyapám megkért, vagy ilyesmi, nem is azért, mert megfizették. Egyszerűen este leülni és visszanézni az a rendet, ahogy szépen ott a lemenő napfényében, nagyon jó érzés volt. És utána, hogy is hívják, aztán kijöttek nagymamámék is, és a bugyákat is összeraktuk, és minden, és nem az, hogy te persze meg is dicsértek, meg is köszönték, meg el is engedtek utána Szent Anna tóhoz sátorozni, az nagy dolog volt abban az időben, de igazából a jól végzett, becsületes munka öröme. És azóta is megláttam, hogy mindaz, amikor valamit az ember meg tud jól csinálni, az öröm. Nekem Somlyóra jönni mindig öröm. Mert tudjátok, hogy ez valamikor ez az épület, amiben ti is vagytok, hát ugye, hát 1661-ben, hát arról minden évben megemlékezünk, a tatárok felégették Somlyót. Sajnos kolostor, templom, és volt egy iskola, az is elégett, fából volt. És Kájöni János, Domokos Kázmér nekiállt, és az ilyen vastagok a falak, mert ez 1600-as években lett. És olyan szép, mert leírja, hogy Domokos Kázmérék elmentek, körbejárták, úgy, mint én is, prédikálni, itt is, ott is, és elmondták, hogy mekkora pusztítást csináltak itt a tatárok. És kaptak kicsi pénzt, ezt, azt, és az első dolog, amit megépítettek, az iskola volt. És ebbe ez 1662-től egészen 1990-es évig ez volt a ferences iskola. Tehát ezek a kis karton falak, amiket mi beraktunk a szobáitokba, tehát ezek egy osztálytermek, ott látszik egy tér az egész. És hát akkor megépült a somlyai nagy iskola Mártonáron, ami most van, és a ferencesek eladták ezt az egészet, és az árát belerakták abba az épületbe. És hát ezt a, hogy is hívják, a Csíki Magánjavak nevű, hát egy egyesület, alapítvány vette meg. És ők odaadták a, hát a Szatmári Vincés nővéreknek, hogy csináljanak benne gyerekotthon. Tehát igazából 1900-as évek elejétől itt gyerekotthon volt. És például látjátok, van ez a fenyőfával ott, ahol van a találkozás udvara, van egy vezet. Na ott a túlfelől egy medence volt. Minden, tehát hogy mondjam, tehát nagyon másabb volt, mint ahogy most mi ezt elképzeljük, de ez gyerekotthonként működött. Aztán jött a világháború, államosították, elvették, román állami árvaház volt, és aztán 95-98 körül megszűnt. Én jártam itt akkor, de Gergelytől többet tudna mondani, mert ő itt lakott, hogy volt, amikor 300, talán még több gyerek is volt ebben az egy épületben. Tehát olyan szobák, abban a nagy szobákban volt, amikor 20, talán 30, még talán több gyerek is volt, mint a heringek. Tehát, hogy mondjam, na és akkor aztán ugye nagy áruházat bezárták, üres lett, és annyira lelomlott ennek az épületnek az áloga, hogy már nem voltak ajtók, ablakok, jöttek a szegény emberek, ami vasból volt, azt szépen összegyűjtötték, hogy ne egye meg a rozsda, leadták az ócskavasnak, és ami fából volt, azt eltüzelték, hogy nagy a szúk beleessen, és hogy valami baj történjen. Szóval, hát hogy mondjam, így nézett ki ez a kalorifereket, elvitték be, az jó, húzott ugye az ócskavasba, meg minden. Tehát, hogy mondjam,
És én mindig, amikor itt jártam el, szomorú voltam, mert itt Somlyó, mégis, tudom, az ősi ferences iskolas, itt mindjárt beszakad a tetejes, tönkre megy, s nem tudom miféle. És írtam egy levelet, és mondtam, hogy hát jobb ötletük nincs, mi átvesszük és rendbe rakjuk. De őszinte legyek, én nem gondoltam, hogy hát akkora nagy épületet most pont mi adnák pont nekem ide. És ez egyszer jött, de nem volt, aki őrizze. És azt mondták, hogy ha megoldom az őrzését, akkor nekik adják a kulcsot. Nem volt kulcs, mert az ajtó nem volt szám, de azért adták a kulcsot, és végül, hát Zsóka nevelő néni pontosan tudja, hányban volt, az 2009-ben átvettük Nagy Gallérral. De egy szoba sem volt lakható, tehát nem volt semmi használható akkor, és akkor elkezdődött a javítás, hát ilyenkor pénzt kell szerezni, meg kőművesekkel beszélni, és munkásokkal, és csavar, vízszerelőkkel, mindenféle, tehát ez elég, tehát atyám mindmáig munkálkodott, hát én is eleget kellett munkálkodjam, amíg ilyen lakhatóvá vált, nem? Na Zsóka akkor nevelőnéni volt Déván, és egyszer mondtam, te Zsóka, te na, most elvégzett két egyetemet nagy hirtelen, meg minden, és láttam olyan jó nyüzsgő, olyan mozgó, teddideles, ott nem maradott, s teddideles, ott sem marad ilyen. Hogy mondja, hát gondoltam, én úgyis diváról ritkán tudok eljönni, hátol fog ez menni. És na mondom, nem ő akarsz idejönni, és Attila akkor vette el feleségét, Zsókát, ugye volt neki 10 fias, még volt egy kutyája is, és mind fiúk voltak, és úgy érezte, hogy hát hogy mondjam, na hát ez nem elég neki, hát még egy férfi is kell a házhoz, hogy legyen meg, és akkor aztán szépen összeállt így a nagy család, na és akkor végig elhoztak ide Zsókát, és az ellen egyedül volt a férjével, akkor aztán még meg volt születve már, Boti meg volt, kicsi, 3 voltak. Na és aztán hol innen jött egy gyerek, és hol onnan hoztam én még 2-t, hát aztán, hogy mondjam, lassan benépesedett a gyerek, és gyerekekkel is, és akkor az évek alatt sokan végeztek, és tényleg van olyan is, aki hát hogy mondja, elment idegen a légióba, de van olyan is, aki elment orvosira, és elvégezte, és talán most már udvarhelyen ki van helyezve, nem? Ez körorvos, vagy szakorvos, tehát hogy mondjam, onkológus, na hát úgyhogy most már ne talán daganatunk lesz, akkor valahova menjünk, Isten őrizzel inkább, hogy is hívják, inkább menjek úgy, hogy kereszteljünk, és akkor elmegy, az is csak látogatás, úgyhogy ez sokkal jobb lenne, és hány unoka van most már? Hány gyerek repült ki innen Somlyóról? 134. Gyerek repült ki? 134 gyerek kirepült, és hát ezek többnyire férhez mentek, vagy megnősültek, vagy egyik másik itt van, ott van, tehát ugye most a Zsókának lenne egy ilyen Európa térképe, vagy világtérkép, azt hiszem minden másik országban legalább egy zászlót felrakhatna, ott is van egy fiam, ott is van egy leányom, ott is van egy unokám. Igen, dolgoztunk, és biztos, hogy megvolt a lehetősége annak is, hogy kudarcaink legyenek, és hát az építkezés és a munkálkodás olyan, mint a tangói. 2 erre, és 1 arra, és aztán na, mozog az ember előre, hátra, minden. De én örvendek, hogy volt bátorságunk vállalni ezt a munkát. És azt gondolom, Zsóka is, hogyha megéri, hogy mit tudom, nyugdíjba menjen, vagy a Jóisten azt mondja, Zsóka, pakolsz, menjünk, mert menjek országában, most van egy kiadó szoba. Visszanéz, azt mondja, nem hiába éltem. Tehát volt értelme az életem. És azért mondtam ezt a történetet így el, hogy ti magatok is munkálkodjatok, szőjetek álmokat, terveket. Hát lehet, hogy azt gondolod, hogy te szeretnél kiadni egy szép könyvet, és akkor eladni meg minden. Lehet az. Lehet az, hogy gyógynövényt akarsz, te kis magáncéged. Én a Csiki emesét ismertem, amikor is indult. 1 hektár kis kert, nem nagy dolog egy hektár. És ma úgy van számon tartva, mint Erdély fűszer- és gyógynövény termesztőinek egyik legnagyobb szakértője, aki tényleg eredményesen, szépen nem csak dolgozik, hanem ott van a fia is, a menye is, és együtt tudnak, és megélnek. És a múltkor róla mondta, találkoztam, honnan jön, és azt mondta,
Liverpoolba, hova. Szóval mindig a Beatles-t ő nagyon szerette gyerekkorunkban, tehát amikorunkban az volt a, hogy mondjam, na hát nagyon szerettük, és azt mondja, mindig el akart menni Liverpoolba, és olvasta, hogy ott valamilyen fűszer, növény, vásár van. Nos, összepakolt ő is egy mikrobusz fűszernövényt, és kiment, kirakta strandra, és eladta, és akkor az árából hosszajárt az összes Beatles múzeumot, meg mit tudom, vett régi lemezeket, meg nem tudom, és hazajött. Ez nem sok pénzzel maradt, de tiszta ingyen megjárt. Abból az egy hektáros kis kertből, kinövő növényekből meg tudta csinálni. Atyám mindáig munkálkodik, és én is munkálkodok. És ugye olyan van, aki állatokat szeretne tartani, hát az ti szüleiteknek nagy része is. Sándor bácsit azért hívtunk el, mert szeretnénk csinálni egy pásztorképző tanfolyamot, iskolát. Ugye, hogy ti is jártok, mit tudom, valaki erdészethez jár, valaki kertészetet tanul, ugye Szent Simonyák azok mezőgazdaságot tanulnak, minden. És akkor nyaranként, ugye hát inkább a pásztorkodás ugye a hegyekben nyáron van, tehát azt mondod, szeretnék kimenni Sándor bácsihoz, nézzük meg, hogy milyen dolog az, hogy tényleg a jókkal, hogy kell körmözni, meg hogy kell esetleg tavasszal megnyírni a jót, vagy hogy kell, mit tudom, finoman, hát jó paprikást csinálni, itt egy nagy üstben, nem? Hát az is a jó tenyésztésnek az egyik nagyon fontos része, mert hát, hogy nem csak meg kell születni, hanem el is kell adni, jó pénzé, meg kell élni belőle, nem? Tehát, hogy ez is egy munka. Most, ezzel, most ezekben a napokban ezzel dolgozunk, elmegyünk, tanulunk másoktól, a hibákból, meg a sikerekből, kudarcokból, próbáljuk összerakni. Munka. És el tudom képzelni, hogy hát majd egy nittó, adja az Isten 10 év múlva, 20 év múlva, majd mikor esetleg én is bekerülök egy tanulószékbe, akkor azt mondja, hogy Zsóka nevelőnénye, na gyere, megmutatom, hogy mi lett abból a kis pásztorképző tanfolyamból. És akkor nézi az ember, hogy jé, hát én nem is gondoltam, hogy akkor azt a kis magot elültettük, szaporán öntöztük, és ilyen nagy fa lett belőle. Azért vagytok ti itt ebbe az iskolába, hogy ti is a magatok álmát megálmodjátok. Én nem tudom eldönteni helyettet, hogy te most szeretnél fodrászatot, ahol aztán az embereknek a körmét kipingálod, nem tudom milyen hopikékre, meg zöldre, meg akármire. Nem. Én azt gondolom, nem az a fontos, hogy igazából mit csinálsz, hanem az, hogy te boldog legyél. Tehát a Jóisten, nem gondolom azt, hogy azt mondja, amelyik virág nem kéket nyílik, az nekem nem tetszik. Nem, neki tetszik a hófehér, hóvirágtól elkezdve, tetszik neki a napraforgó, pedig akkorát nyíl, meg mit, mindegyik a maga módján. De múltkor láttam egy ilyen kis filmet, hogy is hívják ezeket a nagyon pici gombákat, ilyen elektromikroszkoppal fényképezték le. Hát olyan gyönyörűek voltak, mint egy-egy műalkotás mindegyik. Mindegyik más volt, színre, formára, alakra, minden más volt. És mindegyik gyönyörű. Tehát ugyanez van, csak hát az a lényeg, hogy te magadnak válasz ki azt egy dolgot, ami neked fontos. És higgyél abba, hogy van remény. Most de látjátok ezeket a bútorokat, ugye? Hát hogy mondjam, elmeséljem a történeteket? Kicsit, hogy vidámabb legyen a vége. Hát ugye úgy volt, hogy volt egy ismerősöm, és hogy csinált ilyeneket, hát szóáltára, de nekem nagyon tetszett, és gondolt, akkor vettük át, és tiszta üres volt a kápol, hogy néz ki, bútor nélkül, hát menjünk, veszünk az IKEA-ba, de mégiscsak egy székelyek vagyunk, és kis csavart azért csak be kéne ebbe rakni, minden, és megkérdeztem, hogy hát úgy megterveztük, hogy ezt mennyit csinálnál meg nekem, és azt mondja, 2000 euró, akinek van 2000 euró, pont. Mit tudom, egy kápolna bútorzatára. Hát na, és Pünkösdi búcsú volt, és eljöttek gazdag emberek is. Na, és akkor megmutatta. Kérdezték, hol voltam bányász? Megmutattam fent a Hargitán, ott voltam bányász. Hargita fürdő, hol itt a fürdő?
Hát megmutattam a medencét, ami akkora, mint a barátok feredője, tehát nem egy valami nagy dolog. Na de akkor elkezdtek röhögni, na ebben fürödni, hát ebben hogy is hívják. Még a lábunk nem tudom, de ebben fürödni is. Hát egy hideg, meg tényleg hideg volt a vízek. De mondom, de mi székek, fürdő. Na mi nagy dolog. Már egy brünze. Na és hát egy kicsit úgy felkaptam én is a vizet, hogy lenézik a mi fürdőinket, meg ezt a mi éghajlatunkat, áért, mert ugye, hát egy csík nem egy, látszik most is hó van, máshol már nyílik a narcisz. Déván például már kinyíltak a narciszok. Na most akkor, hát mondtam, de mi ilyen, ezt szoktuk meg ebbe, na azt kíváncsiak lennék, hogy fürdünk mi ebbe. De mondtam, nézzék meg, fogadjuk. Ingyen nem fürdök, de hogy mondjam, ha megfizetik, én megfürdök. Na és akkor mondtam, hogy itt van a kápolnának a terve, ezeket a bútorokat 2000 euróért, úgy megfürdök hát a vízben, mint a sinc. És képzeljétek el, hogy viccesen kacag, azt gondolták, nem merek. Na és fogadtuk, és szépen fehér, nem volt fürdőruhám, ott nevetköztem, sügy belé, kicsit uszkáltam, mindenki, és megvan a kápolnának a bútora. Ez nekem megmarad örökre. Igen, megdolgoztam a magam módján érte, nem? Tehát, hogy mondjam? Alkos, gyarapíts, has, gazdagíts, maradjon valami mögötted, építsél. És azt gondolom, hogy nekem a Jóisten ezt az útat adta. Hogy nektek melyik útat adott, azt nem tudjuk. De az biztos, hogy mindegyiktől azt várja a Jóisten, hogy te a magad kis házát építsd meg. Tegnap divan mellett van egy kis falu, ezt még a történetet elmondom, és hát ugye lozsát. És hát ugye egy fiatal házas párral találkoztunk, mind a kettő nálunk végzett. Van két szép lányuk. És az egyik, ugye a lányok, a szülei, hát az apukája is árvaházban nőtt fel. Nagyon szegények voltak, és lehet, hogy Zsóka még emlékszik. Egyszer december 1-én kimentünk, és ezek a családok ott laktak Szászváros mellett sátrakba. És nemzeti ünnep volt december 1-e, és én éreztem, hogy ez nem jó, hogy ez így van. Hogy hideg van, kicsi gyerekekkel, minden. És ennek a vörös családnak, hát a temetőben volt egy kis olyan hely, ahol a gyász halottas kocsi volt, de már nem jártak. Nem volt ilyen felvonulásos temető, Szászvárosos. Akkor mi ezt a kocsit máshova raktuk, és szépen rendbe raktuk azt a kis szobácskát, és ott nőtt fel, gyerek bekerült hozzánk, és most olyan jó volt látni, hogy házbérbe laknak, és azt szerette volna, hogy valamivel kölcsönbe tudok-e támogatni, kinéztek egy házat, meg akarják venni, és néztem azt az egyszerű lányt, aranyos, sütött nekünk, híg palacsintát, és finom is volt, meg is ettük, nem tudom miféle is, és hát hogy mondjam, talpra állt, férje van, aki szintén nálunk nőtt fel, ügyeskednek, van egy csomó lovuk, vagy 7 lovuk van, most eladják, mert házat akarnak venni, tehenek vannak, malacok vannak, nem tudom miféle, gazdálkodnak ott a maguk módján, de boldogok, álmuk van. És én azt gondolom, ő pont olyan fontos, értékes, mint aki elmegy és doktorál, és elmegy külföldre, és úgy áll talpra. Csak az a lényeg, hogy neked is meglegyen az álmod. Bízzál magadba, bízzál Csíksanyói szüzanyába, a mi urunk Jézus Krisztusban megsegítenek. Igen, álmodot valóra tudod váltani. És hogyha tanulsz, és ha felkészülsz, hogy ügyesebb legyél, akkor logikus, hamarabb meg tudod valósítani az álmodot, és könnyebben. Nem tudom, sikerült-e meggyőzzelek titeket? Akarunk mindmáig munkálkodó Jóistennel együtt munkálkodni? Vagy inkább üdögélni akarunk? Hát aki üdögélni akar, az maradjon ügyre, jó? Na mindenki, Gerge is felállt, nagyszerű.
Imádkozzunk az Úrhoz.